ez is bányászat, nem szilárdásvány és nem szénbányászat, mi a föld alá nem megyünk, csak a fúrókat, illetve a csöveket küldjük le. Viszont ugyanolyan szigorú előírások vannak, pontosan azért, mint említettük, nagyon veszélyes üzem, maga az anyag veszélyes, a gépek, berendezések, amikkel dolgozunk, és nagyon szigorú szabályokat kell betartunk, és így a védőruházat is, a személyes védelem. Ezeket mind-mind használnunk kell, hogy a dolgozóinkat, akik a legfőbb értékeink itt a termelésben, ezeket megvédjük. A kutatás után, a kút lefúrása után termésbe állítjuk az olajkutat. A gáz, olaj, víz rétegződik a rétegbe, akkor mi eltaláljuk azt a részt, kimérjük gyakorlatilag, ahol az olaj van, és oda perforálják be azt a béléscsövet. És onnan termelünk először tiszta olajat. Tehát gyakorlatilag 100%-os olajat termelünk a kútból, de sajnos ez nincs mindig így. Előbb-utóbb az elfogy, és a gáz is, és a víz is belép a perforációba. A elég nagy kútszám van, és ezért megérte egy úgynevezett segédgázos rendszert itt kiépíteni, ami azt jelenti, hogy miután az olaj már nem tud saját rétegenergiájá miatt felszállni, tehát kijönni a kútból, ezért kell valami fajta plusz energiát bevinni, ami alapján ezt ki tudom termelni. Hát az egyik az, hogy kiszivattyúzom az olajat. Ez az egyik, az a himbás rudatos mélyszivattyú, ez a bólogató, amit mindenki lát akár a Ewingok, a Jockey Ewing sorozatban, tehát a Dallasban. És van, és itt viszont segédgázzal van, ami egy kicsit ahhoz hasonló, mint a szódás szifon, tehát gázt nyomunk be a termelőcső hajába, a kútba, és akkor ez a gáz az, ami fölhozza az olajat. Na most itt, ha benézek ezen a ketrecen belőle, a sárga csőben megy a gáz, igaz? Nem, a sárga csőben jön a gáz. Jön a gáz. Az ember az úgynevezett segédgáz. Én így gondoltam, én is csak hibásan fogalmaztam. Tehát jön a gáz, igen, lemegy. Lemegy, lent ott várakozik. Dolgozik. És elkeveredik gyakorlatilag ezzel a vizes olajjal, és utána közösen egy ilyen habos, hab formájában jön fel a termelőcsövön, és azon a fekete csövön pedig elindul a gyűjtőállomás felé. 10 olajgyűjtőállomás és 6 gázgyűjtőállomás van. A 10 olajgyűjtőállomáson ide érkeznek be azok a gerincvezetékek, mi így nevezzük, amiken összegyűjtöttük az olajat és a rétegvizet. Ja, összesen olyan 19-20 ezer köbméter fluidum jön be, és ebből olyan 800-900 köbméter az olaj. Most akkor, mint kis matematikus, nem tudom kiszámolni, hogy ez mennyi része neki? Hát 4-5%-a. 4-5%, akkor az kevés, de ezt már egyszer tisztáztuk. Igen, sajnos az kevés, mennyiségre sok, de hát azt jelenti, hogy nekünk nagyon sok vízzel kell itt bánnunk. Ez az a tartály? Nem, a tartály azok arra. Hol, de melyik az a nagy? Igen, azok a 2000 köbméteres tartályokban történik. Ott olajfelúsztatás, ott körülbelül a 3-4 méter sávban víz helyezkedik el, egy 2 méter emulziós réteg, ami ilyen olajos víz, aztán pedig ugye az olaj, ez ilyen fölöző vájúban lefölöződik, átkerül egy nem stabil olajtartályba, ahonnan pedig szivattyú segítségével állandósításra feladjuk, ide az állandósító toronyba, állandósító blokkba. Ez az állandósító torony? Minek ennek egy torony? Állandósítás gyakorlatilag nem állandósítást jelent, hanem ez egy frakcionálás, olyan, mint a finomítóban is van. Itt igyekezünk minél több könnyű párlatot, könnyű frakciót, amit már emlegettünk, propán, bután és pentánokat kiválogatni, az olajból is, amit átküldünk majd a frakcionálóba, a gázüzembe, és abból hasznos gáztermékeket, cseppfolyós gáztermékeket, propán, butánt és pentánokat állítunk elő, és a maradék a torony alján az már csak a sűrű olaj, amiből aztán majd a finomítóba kenőolajat, benzint és egyebeket állítanak elő. Van olajbányász képzés Magyarországon? Igen, van. Miskolci Egyetemen. Most műszaki földtudományi karnak hívják, de hát mi jobban szeretjük még bányamérnöki karnak hívni, sajnos az idők folyamán ez megváltozott, és ott van jelenleg is képzés, éppen tegnap fejeződtek be az államvizsgák, tehát a legújabb kollégák, akik jönnek hozzánk, azok most államvizsgáztak,